Vevők állnak sorba a karácsonyi halvacsora alapanyagáért az egyik nyíregyházi üzlet előtt. A vásárlók elsősorban a már bevált halfajtákat, így a pontyot és a harcsát vásárolják leginkább. Ilyenkor a vásárlók az körülbelül az éves halfogyasztásuknak, úgymond a háromnegyedét ilyenkor eszik meg. Legjobban inkább ilyenkor a halászlének való halaink, szezonálisak, a pontyok, harcsák, élőhalba, tisztított halba, illetve a sütni és rántani való halainkat is szívesen kedvelik a vásárlók, ezekből a süllőt, harcsát, ami kevésbé szálkamentes. A szomszédos húspultban is nagy a választék. Decemberben az előző hónaphoz képest megduplázódott a bolt forgalma. A tapasztalatok szerint az emberek közvetlenül karácsony előtt vásárolnak be a húsfélékből, a friss és minőségi húsért ilyenkor hajlandóak többet fizetni. Többnyire karácsony előtt ilyenkor a csirke a jobban felkapott termékek, jobban viszik ilyenkor a csirkemellfilét, de megfigyelhető egyre jobban a pulyka iránti kereslet is, rengeteg pulyka terméket, kacsából a kacsacombot, kacsa mellett is keresik. Tehát a baromfi felkapott, mellette a sertésből a rántani való karajt, dagadókat viszik, ilyesmi termékeket, és egyre, hál' az égnek, egyre jobban keresik a marhahúsokból is a jobb minőségű, tehát a pecsenyerészt, tehát a jobb minőségű combrészeket is. Ebben a belvárosi pékségben is mintegy kétszeres forgalomról számolnak be az eladók a karácsony előtti hetekben. Hagyományosan sokan viszik a különböző ízű beigliket, de kalácsokból is sok fogy az ünnepek előtt. Most van egy új termékünk, az ünnepi kalács, ami ugyanúgy három ízesítésben lehet kapni, diós, mákos, kakaós ízben, nagyon finom, a vásárlók nagyon dicsérik. Akkor van a sima, egyszerű kalácsunk, ami foszlós, van sima és kakaós ízesítésben, ezt is nagyon szeretik, ezt is sokan viszik. A karácsonyi menüben a legtöbb családnál a nemzetre jellemző ünnepi ételek kerülnek az asztalra, a magyaroknál a halászli, a töltött káposzta, a pulyka és a beigli a legnépszerűbb.